Mi pedig már a következő vendégeinket fogjuk hamarosan köszönteni, Kálói Molnár Pétert és a kislányát, Kálói Molnár Szofit, de előtte megnézzünk egy rövid bejátszót. A kérdés így szól, az első. Milyen nyelvet talált ki Szofi? A tündér nyelvet, a manó nyelvet, vagy a maki nyelvet? Apa gondolkodik erősen, tündér nyelv, manó nyelv, vagy maki nyelv. A tündér nyelvet találta ki Szofi. Milyen az a tündérnyelv? Anyának mondom, hogy akkor beszéljünk tündérnyelvül, és akkor tündérnyelvül beszélek. De én tudok mindent, tündérnyelvi angolul is. Tündérnyelvi angolul is tudsz? Igen. Az milyen menő? Tündérnyelvben minden nyelvül tudok. Azt a mindenit. Csoda egyébként, hogy ezt kitaláltam, mert ugye én nem tudok tündérnyelvi angolul. Ja, értem. De tündérnyelvi magyarul tudsz? Magyarul sem nagyon tudok. Tehát ugyanblokk tündérnyelven nem tudsz. Tündérnyelven, tehát az jó, hogy kitaláltam, mert én csak úgy időnként belehallgathatok. Szóval Szofi és Péter, sziasztok, és ez a Vigyázz a gyerekkel vagyok, amiről azért óvatosan beszélhetünk, csak mert ugye holnap lesz ennek, ez lehet majd. Így van, meglepetés még, hogy mi fog történni a holnapi adásban. Ez a tündérnyelv, ez nagyon érdekes. Egy kicsit könyörgöm, csak egy kicsit, Szofi, mondj egy mondatot legalább. Nem. Igazából a tündérnyelv az abból jött, hogy amikor másfél éves volt, akkor volt ez a halandzsa nyelv, és nagyon határozottan kiosztott minket ez a hácsabarázsi békabácsi bubó, és akkor abból jött, és akkor ennek van az angol tündérnyelvi változata, amiben időnként bele kell tenni azt, hogy yes, vagy no, és a spanyol az meg, hogy is van, nem tudom, arra nem emlékszem. Én mindent megtettem, hogy kicsaljam belőle a spanyolt, de a tündérnyelvi spanyol, de... Pedig a híres spanyol tündérek. Hát igen. Kicsit sajnálom, de majd hátha idővel. És hát igaz-e, hogy a leányzó balerinának készül balettáncosnak? Igen. És jársz is balettozni akkor? Igen. Jártam. Hát most már megint fog, csak most ugye elkezdte az iskolát, és akkor... És van tűtűszoknád is, ugye? Ó, hát bizony. Az nyilván. És gondolom, ezt tudtuk volna, akkor abba jött volna, de hát... Hát ha ezt én tudom, akkor én is abba jövök. Na, amilyen és jó lett volna, egy... volna a két balerina. Láttuk volna a mester és a tanítvány, igaz? De és ezt a pályák engedik, hogy hordálom ezt a tűtűszoknyát, mert hogy ezt így nagyon szokták szeretni az ismerőseimnek. Én nem engedem, de hordja, ugye? De miért nem engeded neki? Hát ha ennyire szeretem. De engedem, persze, jól áll neki egyébként. Kislányoknak jól áll ez. És amikor csak itt szaladtam az előbb ki a stúdióban, láttam, hogy valami örületes, akkor is csak susmargás és rötyögés. Mennyi időt tudsz Szofival tölteni? Hát ilyenkor, amikor jövünk hozzátok, akkor sokat. Mert akkor együtt. De azért, akkor pont, egy azért igyekszünk, és most megvan a kis csoda autója, és akkor azzal most. Igaz? Mesélj már valamit a csoda autót. Mondjatok már, milyen csoda autót. Most kapott egy autót. A nagymama először rosszul is volt, mert komolyan vette, de hát ez a pici, az a tülkörős és nagyon jó pofa. De ezt hadd nem én mondjam el, Szofi. De a Szofi, azt tudod vezetni, az egy akkora autó? Komolyan. És zenél is, meg mindent tud. És ja, hogy abba bele tudsz ülni? Én azt hittem, hogy tologatni elektromos, lehet. Elektromos, nem elektromos. Bele tudsz ülni? Igen. És két személyes. De mi vagyok én, szóvivő? És kit szoktál, Szofi, szállítani azzal az autóval? Egyedül ülsz inkább benne, vagy szeretsz valami barátokat viszel valamelyre? Egyszer már valakivel, elfejtettem a nevét, de valakivel ültem. A Dávidkával? Balettruhában voltam. Na, jó hát, van. Mert ezt úgy is kell. Mert hogy kell vezetni az új kocsit, hogy balettruhában, hát úgy. Nem. Mondjuk apának odaadod néha, hogyha mondjuk kölcsön kéri, van úgy kölcsön? Nem, mert nem fér bele. Nem fér bele. A nagyfiam is már csak épp úgy. Anya belefér? És neki kölcsön adod? Igen. Úgyhogy most ez a sláger, a autóvezetés. Még azért nagy kocsit nem adtam oda neki, de időkérdés. Tehát ez nem ilyen jó lesz, amikor a suliba is már mehetsz kocsival. Hát persze, ilyen. El fog jönni az gyorsan az idő, még kettőt pislogsz, aztán eljön. És mondjuk mennyire járhatnak a gyerkőcök színházba? Mennyire szeretette azt, hogyha... Mert ugye vannak olyan szülők, akik nagyon elzárkóznak, hogy jó, az előadást megnézhetik, de amúgy nem színházi gyerekek, és vannak azok a szülők, ahol meg kivéthetetlen, hogy... Amikor kedvük van, és megtanulták a leckét, szoktak járni. Színházba egyébként, igaz? Miket láttatok már? Na hát most nem vagy egy beszédes napodon. A sört, a beugrót is láttátok már, igaz? Uh-huh. Azt már többször is. Apa, igen. Láttuk azt a... Hopp, a kérdés végére lejár a műsoridő. Igen? Nem baj. Melyiket? A görcsöt? Az ősembert. Igen. Az ősembert. És ez milyen volt az ősember? Jó. Jó volt?
Hát amikor a sört látták, akkor meg kifejezetten Szofi föl volt háborodva, mert ugye ott játékból megver a Gáspár Andris, és ő majdnem bejött a színpadra, mert oldalról nézte, hogy ne bántsd apát. Igaz, emlékszel még arra? Megvérte apát. Hát ilyen egy rendes lány. Így van. És mi a helyzet a tesóddal? Hogy vagytok? Jó tesók vagytok? Igen. Azért mondjuk őt is elvinnéd a kocsiddal, vagy tényleg, inkább az maradjon a barátokra, tesó meg fusson utánatok? Hát, de nem férünk együtt vele, meg ő is nem bírna el amúgy se. Aha. És már túl nagyra nőtt. Azért már kölcsön adtad neki, valahogy betuszmálkodta magát. Kristi is. De tegnap... De közben meg hát nagyon akar jönni a tévében, azt mondta, mikor megyünk legközelebb a felvétel után. De tegnap beleült Pisti, és nem tud kimenni belőle. Hát mert ő már 140 valahány cent, igen, kicsit problémás már. Már nem neki való. Igen, Szofi, mi volt a legjobb ebben az egész forgatásban? Ez a Vigyázz a gyerekkel, mi volt, ami a legjobban izgatott meg, ami a legjobban? Az, amikor volt a számítógép, és abból kellett kiválasztani a képet. A képet. Meg azért a díszlet hátulja mögött, az nagyon jó volt, a játszóház, igen, nem? Az is jó volt. Óriási játszóház van, igaz? Igen. Az nagyon egész jó napot játszana minden gyerek. És mennyire lepődött meg az apuka? Mennyire lepődtél meg a válaszaim, vagy mennyire lepődtél, ugye ez arról is szól, hogy azért itt olyan dolgokat mondanak, ami nagyon őszinték, és hogy így mennyire voltak meglepő dolgok. Ugye én ilyen szempontból én nem vagyok nagyon érdekes, én ezért nem is vagyok sokat a bulvárban, mert teljesen rendezett az életem, úgyhogy végül is rólunk nem tudta Szofianokat mondani, ami ilyen botrányszagú lett volna, tehát nem tudja azt mondani, hogy a színházba én nem megyek be, csak késve vagy bármi. Uh-huh. Tehát nálunk semmiféle ilyen botrány nincs, úgyhogy így aztán nem is féltem és nem is lepődtem meg. De nem volt ilyen, hogy apa nem szeret este fogat mosni, például ilyen nem volt? Hát ilyen sem volt, mert mosuk. Mert úgyhogy, mosuk. Tehát nálunk azért még ilyesmi. Se? Nem, szinte tökéletes család vagyunk. Ha a házi munkát nézzük. Házi munka, hát az is tökéletes, mert nekem nem kell csinálni. Nekem nem kell csinálni, úgyhogy működik a munka megosztás, így van. De egyikben pont az van, hogy apa nem csinál házi munkát. Hát, hogy nem sokat. Lehet, hogy anyát kéne erről megkérdezni, erről a házi munkáról. Te is tudsz erről mesélni, hogy apa nem, egyáltalán nem is mosogat semmit. Nem. Hát az mégis nem látott még mosogatni engem. Főzni szokott picit? Na, tessék, az nem és házi munka? És akkor mondjuk mit főz? Hát mi az, amit férfi társadalom legalább, tehát valahogy álljál már mellé. Hát te járt, hogy mit? Vízli salát, tehát azt például isteni csinálok, tehát abból háromszor szoktak szenni a vendégek, ha jönnek. Nagyon kevés ilyen étel van, de hát ez nem árulhatom, mert meg kellene öljelek, hogyha elárulna. Van benne majonéz is, egy finom ilyen sajttal, füstölt sajttal, szóval finom. Apatott sajtot kevés dolgot tudok, és mi is főzni. És mondjuk porszívó már volt apánál például? Nem hiszem, hogy látott már ilyeneket. Gitárt, azt igen. Azért nagyon meglepő lesz majd neki, egyszer mit tudom, egy szerep kedvéért például elkezdesz porszívózni. Figyelj, arról lebeszélem a rendezőt. Adjon valami férfiasabb szerepet. Nem, természetesen házi munka az kell néha, de mire én hazaérek, már nem marad. Tehát még az égőket se tudom átcserélni. Pedig annyira szeretném. Nagyon. De azért a kocsik körüli az tényleg az éres szortom. Az ugye nem házi munka, de legalább férfi szerep. Ja, kitakarítani egy kocsit, mondjuk. Igen, meg tankolni, meg ilyenek szerelőhöz vinni. Úgyhogy. Azt te csinálod? Azt igen, meg azért, szóval igyekszem azért nem lusta lenni. Pedig az vagyok. Tehát. Hát akkor holnap nézzük, amit ez a gyerekkel. Kiderül minden, hogy minden kiderül. És hát az el se árultuk. Na most még van egy negyed másodperc. Most valahogy elfelejtettük a műsorban, hogy tulajdonképpen neki az osztálytársa a Maxim, akivel játszottunk. És ez nem is került szóba. Úgyhogy akkor legalább most ez jó, egy az most akkor így kiegészítés, hogy Maxim. És ugye, hogy vagytok Maximmal? De jó, ki a Maxim? Azt még ugye nem tudjuk, mert még az csak holnap lesz adásban. Martonnak a gyereke. Aha. Persze. Aha, jó, na akkor holnap már így nézzük, akkor a Vigyázz a gyerekkel vagyok. Mert... Hogy ők osztálytársak. Szofi, egy elköszönés tündérnyelven? Nem. Akkor mondasz, hogy sziasztok tündérnyelven. Szabalá, bye-bye, vagy valami ilyesmi, Szofi. Nem. De mindig más. Mindig más, ez olyan nyelv, hogy változik, tudod, tehát sokkal gyorsabban. Köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Köszönjük.